országot, és látom a 1895-ös 33. törvénycikket, hiszen több olyan egyház szerepel itt az önök felsorolásában, amely, hát, hogy is mondjam, nem megsértve. Mindenkinek jár az egyházi titulus, nem csak ennek a 14-nek, de hát tulajdonképpen egy határon túli, három határon túli turista busz, ha leszáll és bemegy a templomukba, akkor már sok embert mondok. Azért mondom, hogy sokkal többről szól ez, nem csak erről a 14-ről. Kérem, ezt gondolját, és ne kösse a nemzeti kisebbségekhez ezt a kérdést. Ez egy másik ügy. Körte mind a kettő, csak egyik villanykört, a másik pedig a gyümölcs. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, mivel több felszólaló nem jelentkezett, a vita első szakaszát lezárom. Tisztelt országgyűlés, megnyitom a záróvita második szakaszát, a TPER 3507/99-es számú ajánlás 1-es pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót Lendva Ildikó képviselőasszonynak. Öné a szó. Elnézést kérek, képviselő hölgyek és urak, hogy visszaélek a türelmükkel, de épp az előbb hallottunk a parlament felelősségéről ebben az ügyben, épp ezért bírjuk ki egymást még ebben a tekintetben. Azt kell mondanom a preambulumot módosító egyes számon szereplő javaslatról, hogy ez egy nagyon őszinte javaslat. Őszintén illeszkedik a törvény szelleméhez, de épp ez a baj. Mert a törvény szellemével van itt baj. Mit mond ez a javaslat? Egyrészt törölné azt a mondatot, ami korábban elismerte, hogy a magyarországi egyházak és vallási közösségek értékhordozók és közösségteremtők. Először gondolkodtam, mi az ördögért törölnék önök ezt, de megértettem, mert ha, mint a mondat tartalmazza, ez valamennyi egyházra és vallási közösségre vonatkozik, akkor milyen alapon fog a parlament már most az árószavazásnál mazsolázni bennük, ezt tehát törölni kellett. De még őszintébb és árulkodóbb az a bizonyos módosítás, ami a korábban szereplő egyházak függetlensége terminus helyett az egyházak önállóságát alkalmazza. Nem ugyanaz, képviselő hölgyek és urak. Könnyen lehet az egyik egyház önálló a másikhoz képest, a kutya se akarja egyesíteni őket. De elmaradt az önök módosítója szerint a független szó, ami az államtól való függetlenséget kellett volna, hogy jelezze. Ezért mondom, hogy őszinte ez a javaslat, egybehangzik a módosítók szellemével, de a baj éppen az, hogy egybehangzik. Kihagyni a független szót. Ennél árulkodó módosítást önök nem is kezdeményezhettek volna. És ne haragudjanak, ha egyetlen személyes vonatkozásra térek rá, de önök is megtették, én is megteszem. Hogy miért éppen nekem, és ilyen sokatszori hozzászólással fontos, általában az MSZP frakciónak is fontos, de nekem különösen ez a törvény. Mert igaza van Gaudi nagy képviselő úrnak, mindenki tudja, többek között az életrajzomból, mert hogy én beírom, hogy annak idején az egypártrendszer egypártjában dolgoztam. Igen, pontosan. Az ugyan persze nem igaz, hogy cenzor voltam, ezt rosszul tudja szegénykém. A kiadási engedélyek odaadása speciál a művelődési minisztériumban folyt, amelynek leghosszabb ideig tartó minisztere jelenleg a demokratikus alaptörvény kidolgozásához adott tanácsokat, tehát talán én is hozzászólhatok akkor a témához. De annyiban teljesen igaza van képviselő úrnak, hogy mindnyájunknak számot kell adni, hogy honnan, hova jutottunk. Azért mondom, mert átéltem, és azért mondom, mert hittem az egypártrendszer hirdetett ideológiájában, hogy az majd a vagyoni különbségeket és az igazságtalanságokat megoldja. És tudom, hogy milyen kompromisszumokat kötött az ember egy jó célért, amit jónak hitt. És most látom, hogy önök erre az útra tévednek. És látom a jó célt. Tudom, értem is miniszterelnök urat, meg önöket is, amikor feltehetőleg azt gondolják, hogy a magyar gazdaságnak és politikának kiszámíthatóság és stabilitás kell. Értem. Csak kezdenek, és ezzel a törvénnyel folytatják az utat, túl nagy árat adni a saját esetleg jó céljukért, és megkötik a saját vállalhatatlan kompromisszumaikat, ugyanúgy, ahogy én megkötöttem. Igen. Mert vállalhatatlan kompromisszum, ha egy kiszámítható és hosszantartó, stabil politikai és gazdaság érdekében az összes autonómiát letörjük. Mindig egy kis lépés még vállalható. De az, hogy most odáig is eljutottunk, hogy még az egyházak autonómiáját is csorbítjuk, és a függetlenség szót
sem akarjuk velük kapcsolatban alkalmazni. Ez bizony mutatja azt, hogy nagyon messzire mentek önök. A felteszem jó céljuk a stabilitás és a kiszámíthatóság és a hosszantartó szabályok érdekében. Ez nem lesz jó. Ahhoz pedig tudnak önök is változni. Hát elég jól emlékszem én is, hogy kicsit szemtelenkedjek, hogy önök is a térdre imához és a csuhások korszakból jutottak most el a kereszténydemokrata koalícióhoz. Ez nem baj. Lehet változni, de nem rossz irányba. Amit önök most tesznek, az az önfeladás kompromisszumai miatt a rossz irányba való változás. Az autonómiák letörése, most éppen az egyházaké, azért, hogy valamilyen elvileg és kezdetben biztos jónak hitt célt kövessenek. Nem érdemes. Egyáltalán nem érdemes. És most még ebben a törvényben legalább megállhatnak. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, mivel több felszólaló nem jelentkezett, a vita második szakaszát és a záró vita egészét lezárom. Megkérdezem Lukács Tamás képviselőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Lukács Tamás képviselőnek. Önne a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A vita színvonalát nem csak a késői órának, hanem gondolom a képviselő hölgyek és urak fáradtságának is köszönhetünk, mert nem hittem volna el, hogy ilyen színvonalon lehet ilyen törvény, sarkalatos törvényről vitatkozni. Ezért a kérdést úgy kell feltennem, hogy ki beszélt itt a törvényről, és azt gondolom, hogy mindazok részére köteles vagyok válaszolni, akik a törvényről beszéltek. Elsősorban itten Gaudi Nagy és Siffer András képviselő úrnak szeretném mondani, hogy önök az általános vitában és a részletes vitában is számon kérték tőlünk azt, hogy hogyan van az, hogy miközben a törvényben rögzítettük, hogy minden egyház azonos jogokkal és azonos kötelezettségekkel rendelkezik, eközben egyes egyházakat listáról, más egyházak pedig bíróság útján kerülnek bejegyzése. Na, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, a házszabás 107. szakasza alapján pontosan ez a koherencia zavar. Pontosan így fogalmaz a házszabály, amely a már megszabadott rendelkezésével a törvény ilyen módon ellentétbe kerül. Ezt a koherencia zavart kívánta feloldani egy frakció döntés akként, hogy egységes legyen a bejegyzés, mégpedig a nemzetiségi törvény mintájára. A nemzetiségi törvény mintáján ugyanazokat a kérdéseket föl kellene tenni, milyen jogorvoslati lehetőség van, ugyanaz a kérdéseket föl kellene tenni, hogy milyen a jogi személyiknek a megszűnése, mert nyilván tanult kollégám nyilván tudna arra a kérdésre válaszolni, hogy hogyan lehet egy kisebbséget megszüntetni Magyarországon. Sehogy. Sokáig az alapítványokat sem lehetett. Tehát ez a kérdéseket egész jogrendszer területén föl kellene tenni. Így jutottunk el erre a estére, vagy erre az éjszakára és erre a vitára, és azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre kötelességem volt válaszolni, ezzel szemben mindaz, ami egyébként itt lezajlott, és mellékenre meg engedjék meg, hogy elfelejtsem. Köszönöm szépen! Megköszönöm képviselő úr válaszait, tisztelt országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk. Ennek során nem határozunk a T/3507/97-es szám ajánlás egyetlen pontjáról sem, mert azokat előterjesztői visszavonták. Az előterjesztők a további benyújtott módosító javaslatok mindegyikét támogatják. Ezek közül a KDNP külön szavazást kért a második ajánlás 22. és 24. pontjáról. A második ajánlás 32. pontjában szereplő rendelkezés határozza meg a minősített többséget igénylő szabályok körét. Először erről a javaslatról döntünk, majd elfogadása esetén további két részletben szavazunk a minősített, illetve az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokról. Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja a külön szavazásra kért indítványokat, így azokról a kikérés ellenére sem dönthetünk. Tisztelt országgyűlés! Ügyrendi kérdésben két szót, Rubovszky György képviselő úr. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, valóban volt egy olyan helyzet, amikor két szakaszról
külön szavazást kértünk volna, de azt követte egy újabb alkotmányügyi bizottsági ülés, egy újabb kiegészítő ajánlás, ezért ettől az ügyrendi indítványtól elállunk, és azt kérjük, hogy helyette, ha jól emlékszem a számra, 101-es számú harmadik kiegészítő ajánlásról szíveskedjen a ház dönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tájékoztatom képviselő urat, hogy a szavazás az ön által megjelölt rendben történik. Tisztelt Országgyűlés! Most a szavazás következik, kérdezem a tisztelt Országgyűlést. Elfogadja-e a második ajánlás 32. pontjában szereplő indítványt? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 38 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot a minősített többség szabályai szerint elfogadta. Most a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat teszem fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést. Elfogadja a második ajánlás 4-től 21-ig terjedő pontjait, valamint a 23. és 25. pontját, a 33. és 34. pontjaiban szereplő indítványokat, valamint a harmadik ajánlás 1-es és 2-es pontját. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint. Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket a második ajánlás 1-2-3-as pontjai, valamint a 26-tól 31-ig terjedő pontjai szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most a zárószavazás következik. Az iménti határozathozatal során az Országgyűlés döntött a minősített többséget igénylő szabályokról. Ennek alapján a római 2-től római 5-ig terjedő fejezetek, a 38. paragrafus, valamint a melléklet az alaptörvény rendelkezései szerint sarkalatosnak minősülnek. Ezekről tehát a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazatával kell döntenünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést. Elfogadja a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 43 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést. Elfogadja-e a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 44 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztők indítványozták, hogy az Országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől.
Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak. Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 252 igen szavazattal, 43 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Az országgyűlés elnöke személyi javaslatot terjesztett elő H/3777-es számon. Ebben azt kezdeményezi, hogy Balsa István helyére Salamon László urat az alkotmányügyi igazságügyi és ürendő bizottság elnökévé, Salamon László helyére pedig Pősze Lajos urat bizottsági taggá 2011. szeptember 1-től válassza meg az országgyűlés. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezt a javaslatot? Kérem, szavazzanak! Kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek megvárni az eredmény kihirdetését. Tisztelt országgyűlés, bejelentem az országgyűlési személyi javaslatot 287 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólás következik. A mai napon napirend utáni felszólásra jelentkezett Balogh József képviselő úr, mielőtt megadnám a szót, 2 perc szünetet rendelek el. Köszönöm munkájukat! Tisztelt országgyűlés, folytatjuk munkánkat. A mai napon napirend utáni felszólásra jelentkezett Balogh József képviselő úr, megadom a szót 5 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A tavalyi országgyűlési választások után felállt új kormányt sokféleképpen lehet néven nevezni. Nevezhetjük kormányprogramja után a Nemzeti Együttműködés kormányának, miniszterelnöke miatt második Orbán kormánynak, politikai filozófiája okán pedig a második polgári kormánynak. Engedtessék meg nekem, mint a magyarországi Tanyákon élők egyesülete elnökének, hogy ezt a kormányt az ígéreteit betartó kormánynak nevezzem. Orbán Viktor miniszterelnök úr több alkalommal bizonyságot tett amellett, hogy szívügyeként tekint a magyarországi tanyás térségekre. A Tanyavilág a Parlamentben című konferencián megígérte, hogy a magyarországi tanyákon élők egyesülete programját a Fidesz beilleszti programjába. 2010. április 7-én meghívásunkra Orbán Viktor látogatást tett a felsőkiskunsági Tanyavilágban, és lakossági fórumot tartott Kerekegyházán, ahol ígéretet tett arra, hogy a polgári oldal választási győzelme esetén kormánya kiemelt figyelmet fordít majd a több mint 300 ezer tanyán élő honfitársunkra. Az ígéreteket a kormányváltást követően tettek követték, ezért jöhetett létre a Nemzeti Tanyafejlesztési Program,
melynek pályázatait rövidesen meghirdeti a Vidékfejlesztési Minisztérium. Sokat mondó tény, hogy miközben az ellenzék a kormány lejáratásán, sőt, mi több megbuktatásán fáradozik, itthon és Brüsszelben egyaránt, addig a kormánytagok politikai csatározások helyett a hétköznapi emberek, így a tanyákon élők problémáinak megoldására törekednek. A kormány nemzeti tanyafejlesztési programja két fő célt szolgál. Az első cél, hogy a tanyákon élők tiszta ivóvízzel történő ellátásával, a tanyasi infrastruktúra fejlesztésével, a tanyák energiaellátásának biztosításával, a dűlőutak karbantartásával a kormány megteremtse a tanyás térségek fenntarthatóságának feltételeit, azaz élhető életet teremtsen a tanyákon. A program másik célja, hogy a tanyasi áruk piacra jutásának elősegítésével önkormányzati tulajdonú non-profit boltok alapításával, a tanyasi áruk nagybani piacának létrehozásával megélhetést teremtsen a tanyán élő és gazdálkodó családok számára, és biztosítsa az egészséges magyar élelmiszerekhez való hozzáférést minden magyar ember, minden hazai fogyasztó számára. A Nemzeti Tanyafejlesztési Program céljaiból látható, hogy a kormány támogatja a tanyákon élő honfitársainkat, valamint megőrzendő értékként tekint a magyarországi tanyás térségekre. E program kitűnő eszköz arra is, hogy a hazánkat többnyire silány minőségű, nem ritkán még az egészségünkre is ártalmas élelmiszerekkel ellátó multi cégek helyett a helyben megtermelt árut, a magyar termelőt és végső soron minden magyar fogyasztót részesítsen előnyben. A magyarországi tanyákon élő több százezer sorstársam nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, hogy a kormány értékként tekint a tanyákon élőkre, és betartja azokat az ígéreteket, melyet a választási kampányban tett a tanyasi embereknek. Meggyőződésem szerint a Nemzeti Tanyafejlesztési Program a kormány egyik legfőbb sikertörténete lesz. Sikertörténet, mert visszaállítja a tanyasi emberek munkájának becsületét, sikertörténet, mert támogatja a nemzeti örökségünknek hazánk kultúrtörténeti és tájképi sajátosságának, a magyar tanyavilágnak a megmaradását, de legfőképpen azért lesz sikertörténet, mert a hagyományos tanyasi gazdálkodási forma megerősítésével és támogatásával lehetőséget biztosít arra, hogy újra egészséges hazai élelmiszer kerüljön a magyar családok asztalára, hogy Magyarország újra a saját lábára álljon az élelmiszer termelés tekintetében. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Ángyán József államtitkár úrnak, aki a kormány képviseletében kíván válaszolni az elhangzottakra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim! Ezen a késői órán is meg szeretném erősíteni, hogy rendkívül fontos témát hozott ide Balogh József képviselő társam, a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületének elnöke. Valóban úgy van, ahogy mondja, mindenkit megilletnek azok az alapvető jogok Magyarországon, akik ebben az országban élnek, független attól, hogy tanyán, faluban, városban élnek. És azt hiszem, hogy ezt, mint alapértéket fogalmazza meg a tanyafejlesztési program. Valóban nehéz körülmények között élnek több százezrem a Magyarországon, a tanyás térségekben, és méltatlan az a helyzet, amilyen körülmények közé az elmúlt időszak őket szorította. Ezért teljesen természetes az, hogy az egyik első intézkedés, vagy az első olyan program, ami a Nemzeti Vidékstratégiához is kapcsolódik, az első nemzeti program, amelyhez költségvetési források is társulnak már ebben az évben, az a tanyafejlesztési program, a tanyás térségek fejlesztésének programja, és a tanyákon élők életkörülményeinek a javítása. Két kategóriát is talán érdemes külön kiemelni, ahogy képviselő is említette, a tanyagazdaként megpályázható lehetőségeket. Itt is számos olyan lehetőség van, ahol az egyes tanyákon élők maguk pályázhatnak, de legalább ilyen fontos a települési önkormányzatok számára nyújtott lehetőségek széles köre is. Szeretném elmondani,
hogy mindez a Tanyás térség, ami Magyarországot jellemző, ez 206 települést érint, tehát egy rendkívüli széles köre a település szerkezetünknek is, ami érintett ezáltal. És egy bővülő programról beszélünk, az első lépés, az az 1 milliárd forint, ami az ezévi költségvetésben rendelkezésre áll, elindítja ezt a fejlesztési programot. Ugyanakkor azt is szeretném nagyon hangsúlyozottan kiemelni, amire képviselőír is utalt, hogy a tanyákon élők gondja, baja, problémái nem csak a tanyákon élőket érintik. A vidéki térség európai kartája is azt mondja, hogy város és vidék közös sorson osztoznak. A várost is súlyosan megviseli az, ha a vidéke elpusztul, ha a vidéki közösségek tönkre mennek. A vidék az, és ezenből a Tanyás térségek, különösen azok a térségek, ahonnan a magyar társadalom rendre a történelme során is meg tudott újulni. Tehát szeretném hangsúlyosan azt is kiemelni, hogy a városlakóknak is ugyanolyan fontos, hogy a vidéki térségek fejlődjenek, hanem még fontosabb, hiszen visszavonulási terepet jelent, hiszen azt az élelmezési élelmiszer biztonságot jelenti a Tanyás térségek és a vidéki térségek fejlesztése, amiről képviselő úr is beszélt. A nemzetek modernkori biztonsága, ha talán erre szabad utalni, messze nem csak attól függ, mint amitől függött 50-100-150 évvel ezelőtt. Fontos természetesen, fontosak azok a területek is, de legalább olyan fontos az élelmezés és élelmiszerbiztonság, a környezetbiztonság, az ivóvízellátás biztonsága, amelyet épp a vidéki térségek tudnak nyújtani a városlakók számára is. És azt hiszem, hogy nagyon fontos az a törekvés, ebben a programban is megjelenik, hogy építsük újra ezeket a kapcsolatokat. Hogy teremtsük meg az egészséges élelmiszer termelésének vidéki feltételeit, munkát, megélhetést adva ezzel a tanyákon és a vidéki térségekben élők számára, és teremtsük meg a városlakó számára ezt a fajta nemzetbiztonsági hátteret, a biztonságos élelmiszerellátásnak a lehetőségét. Rövidítsük le ezt az élelmiszerláncot, és a program már megfogalmazza ezt, hogy a helyi piacokat, helyi feldolgozást hogy lehetne összekapcsolni a fogyasztókkal. Az élelmiszerbiztonság nem garantálható azokban a rendszerekben, látjuk az élelmiszerbotrányok kapcsán is, amelyek felé a világ itt a 20. század végén, 21. század elején elindult. Valószínűleg más irányokat kell követnünk. Az 1000 kilométeren keresztüli élelmiszerhurcolászás alkalmatlan arra, hogy élelmiszerbiztonságot teremtsen. Sokkal jobb eredményre számíthatunk, hogyha a vidéki közvetlen, a város környéki vidéki közösségek teljesítményeit felhasználjuk, és egészséges élelmiszerrel mi magunk látjuk el a népességünket. A program július folyamán meghirdetésre kerül, a pályázatok kiírásra kerülnek a vidékfejlesztési tárcánál, és reményeink szerint ősszel elindulnak ezek a programok. Jelezni szeretném tehát még egyszer, hogy a Nemzeti Vidék Stratégiának egyik legfontosabb nemzeti programjává tervezzük fejleszteni ezt a programot. Ennek első lépése az az ezévi programelem, amely az 1 milliárd forintos forráskerettel elindul. Azt remélem, hogy város és vidék egyaránt sokat fog profitálni ebből a nemzeti programunkból. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Osztolykán Ágnes képviselőasszony, az LMP képviselőcsoportjának tagja bejelentette, hogy nem kívánja mai napirend utáni felszólását elmondani. Tisztelt országgyűlés, az országgyűlés őszi ülésszakának első ülését 2011. szeptember 12-ére összehívom. Munkájukat megköszönöm, az ülést bezárom.